Mindannyian jól tudjuk, hogy a gyerekek már csak gyerekek, és sajnálatos módon ez azt jelenti, hogy a gyerekek esetenként hatalmas galibába keveredhetnek, történjen ez véletlenül, vagy az akaratuknál fogva. Minden szülő képes elfogadni, amikor az egyetlen kisfia vagy kislánya összetör egy leveses tányért, vagy kíváncsiságból teletömködi apró pénzzel a PS4 Blu-ray olvasóját, de amikor a behajtók kopogtatnak több millió forintért az ajtódon egy bírósági végzéssel a kezükben, hogy fizest ki annak a műtárgynak az árát, amit a kisfiad a hétvégi múzeum látogatása során tönkretett, na az már egy egészen más kérdés. Ezért a mai videóban 10 olyan gyereket hoztam nektek, akik a legdrágább dolgokat tették tönkre. De mielőtt belevágnánk, ne felejtsd el lájkolni ezt a videót, és írd le egy kommentbe te is, hogy mi volt a legdrágább dolog, amit gyerekkorodban tönkretettél, és hogyan tetted ezt tönkre, és ezek közül a történetek közül a legérdekesebbet kitűzöm a kommentek legtetejére. Lego szobor. Már az is eléggé kellemetlen lehet, amikor a kis testvéred egyetlen mozdulattal ketté töri azt a Lego alkotást, amit több órán keresztül építettél, de ezt még valahogy el lehetne fogadni. Nos, 2016 folyamán egy Kínában megrendezett Lego Expo-n valami ehhez hasonló történt, annyi különbséggel, hogy az itt tönkretett alkotás értéke 15 000 dollár volt. A helyi TV riportja szerint még egy óra sem teltett a kiállítás megnyitása után, amikor is egy 5 éves kisfiú felborított egy emberméretű Lego szobrot, ami nyilvánvalóan darabokra tört. A műalkotás az Utópia egyik karakterét ábrázolta, amit több mint 3 napon keresztül épített egy Mr. Zhao nevű művész. Zhao az építési folyamat minden egyes lépését megosztotta az interneten, és sajnálatos módon az utolsó kép a sorozatban nem más, mint ez a kép. A művész egy bocsánatkéréssel beérte a gyerek szüleitől, ami egy eléggé nagy lelkű dolog annak tudatában, hogy Zhao 15 000 dollárért cserébe váltsak volna meg ettől az alkotásától. A síelő ember. Norvégia számos kulturális öröksége közül nem meglepő módon az egyik legfontosabb nem más volt, mint ez a bizonyos 5000 éves kőbevésett síelő ember, ami a legelső olyan kővéset volt, amin egy embert lehetett látni sílécekkel. A véset Norvégia nyugati részén egy szigeten lelhető fel, amit rengetegen látogatnak meg évente, de sajnos a látvány 2016 óta már nem az eredeti. Nagyjából 3 éve 2 tini éveiben lévő vandál úgy gondolta, hogy az embereknek megkönnyítik a dolgát és egyszerűen fogták magukat, és a teljes vésetet átkarcolták az elejétől a végéig. Az eset természetesen az összes norvég újság címlapjára került, és a két vandál meglepő módon felvállalta a tetteit. Elmondások szerint ők semmi rosszat nem akartak, csak azt szerették volna, hogy a véset jobban kivehető legyen, és azt tűnt a legjobb megoldásnak, ha ezt ők megpróbálják átkarcolni. A helyi régészek megbocsájtottak a gyerekeknek, és egy bátor dolognak tartották azt, hogy előmertek állni és beismerni a tettüket. Az üvegmúzeum. Ha őszinte akarok lenni, akkor nem tudom, hogy melyik a rosszabb. Az, hogy két gyerek valami nagyon drága dolgot tesz tönkre, vagy az, hogy ezt az esetet a szüleik teljesen nyugodtan még videóra is veszik a telefonjukkal. Nos, a Sánkhelyi üvegmúzeumban egészen pontosan ez történt. Az incidenst a múzeumban elhelyezett biztonsági kamerák rögzítették, amin két gyerek látható, amint azok éppen valami nagyon drága dolgot tesznek tönkre. Az eszméletlenül felelősségteljes szülők nem csak végignézték ezt a bizonyos esetet, de úgy gondolták, hogy ezt az egészet még meg is örökítik, hogy a gyerekek majd bátran mutogassák a felvételeket az unokáiknak, amikor felnőnek. Az Angel is Waiting nevű két üvegszárnyból álló műalkotás baloldali darabjának egy részét a heves szórakozás közben a gyerekek egyszerűen fogták és letörték. A több millió forintnak megfelelő értékű műalkotást a készítő soha nem javította meg, és úgy döntött, hogy a legjobb az lesz, ha a szárnyak ilyen megrongált állapotban maradnak a múzeumban. Az esetet követően a műalkotás mellé elhelyeztek egy kisebb kijelzőt, ami folyamatosan az a felvétel látható, amint a két kis roscsont éppen letöri a szárny egyik darabját. Sajnálatos módon az ilyen esetekben senki más nem hibáztatható, mint azok a szülők, akik megengedték, hogy a két gyerek a kordonon belül kössön ki. Egyiptomi templom. 2013 folyamán egy kínai családnak kellett nyilvánosan bocsánatot kérni a fiúk tettéért, amit az egyiptomi Luxor városában követett el, és igazából örülhetnek, hogy ennyivel megúszták. A srác úgy gondolta, hogy minden látogatóval tudatja, hogy ő egyszer már itt járt, és egy 3400 éves templom belsejében kővésetek és hieroglifákkal díszített falba karcolta, hogy itt járt Ding Jinhao. Nyilván egy ilyen esetben nincs az a pénz, ami ezt a kárt helyre teheti, mivel ezeknek a régészeti maradványoknak az értéke felbecsülhetetlen. Egy ideig semmi sem történt, miután a srác belekarcolta a nevét a falba, egészen addig, míg egy másik kínai turista le nem fotózta ezt az alkotást, és ki nem posztolta azt az internetre, mondván, hogy mekkora szégyent érez, amiért ilyennel kell szembe találkoznia Egyiptomban. A fénykép a teljes kínai médián keresztül futott, és nem sok időnek kellett eltennie ahhoz, hogy valaki olyan is észrevegye ezt az alkotást, aki ismerte a fiút.
A 15 éves Kelet-Kínából származó Ding Jinhao-t rengetegen kritizálták a tettéért, és sokan érezték úgy, hogy a fiú a teljes kínai társadalomra szégyent hozott ezzel a kis graffitijével. Mielőtt tovább mennénk, felteszek egy kérdést. Szerintetek mennyi volt az értéke a legdrágább műtárnyak, amit valaha egy gyerek tönkretett? Ha szeretnétek ennek az értékét pontosan megtudni, akkor ne menjetek sehova, ugyanis hamarosan ez is ki fog derülni. A Kansas-i Aphrodite. A Tomahawk Ridge nevű közönségi központban volt megtalálható az a szobor, amit egy kisfiú annyira ellenállhatatlannak tartott, hogy egyszerűen fogta és megölelte. A biztonsági kamerák rögzítették az esetet, amikor is ez a kisfiú egy esküvői összejövetelen megpróbálta megölelni ezt a szobrot, de a sajnos leesett a helyéről és darabokra tört. Az Aphrodite Kansas City névre hallgató szobor Bill Lyons alkotása és egészen pontosan 138 ezer dollárt ér. Természetesen legyünk kicsit humánusabbak és szögezzük le, hogy a fiúnak szerencsére semmi baja nem történt az eset után, leporolta magát is továbbát, mintha mi sem történt volna. A legtöbb esetben az ilyen értékű műalkotásoknak biztosítása van hasonló esetekre, de ez a bizonyos szobor nem rendelkezett biztosítással. A gyermek édesanyja Sarah Goodman, aki a felvételen éppen a kanapén ücsörög, azt állította, hogy a gyerekre oda volt figyelve, és nem kéne a bíróságnak hanyagság miatt anyagi felelősségre vonni az édesanyját ezért az esetért. Az édesanyával egyet lehet érteni, és valóban fel lehet tenni olyan kérdéseket, hogy ha valóban ennyit ért a műalkotás, akkor miért nem volt rá biztosítás, vagy miért nem volt ez körülvéve egy kordonnal, mint ahogy azt minden egyes múzeum is megteszi. A szülő magyarázkodásával mit sem törődve a művész kártérítési pert indított, amiben azt követeli, hogy a gyerek szülei a mű értékét 100%-ban fizessék ki. Sminkek. A sminkek az egyik legmagasabb árcédulával rendelkező termékei a szépségiparnak. Sok nő örömére az olyan helyek, mint a Sephora megengedik, hogy minden egyes terméket kipróbálhass magadon, mielőtt kicsapnád a pénztárcádat, hogy a félhavi fizetésed egy maréknyi tárgyra költsd el. 2017 novemberében az egyik ilyen Sephora üzletben egy Brittany Nelson nevű sminkes megpillantott valami olyasmit, ami minden édesanyja rémálmai közé tartozik. Valaki egészen egyszerűen tönkretett egy szemhéjpúderekből kirakott színskálát, aminek az értéke meghaladta az 1300 dollárt. Brittany mérgében fogta magát, készített egy képet és kiposztolta azt az internetre, és leírta azt is, hogy úgy gondolja, hogy ez csak egy őrizetlenül hagyott gyerek tehette. A poszt egy hatalmas vitát indított a reagáló szülők és a gyerekek nélküli felnőttek között, amiért valaki anélkül képes egy gyereket vádolni, hogy arra bármi bizonyítéka lenne. Családi ház. Lakástulajdonosnak lenni sokak számára csak egy álom marad, és mint azt mindannyian jól tudjuk, egy házvásárlás egy hatalmas befektetés, ami rengeteg pénzbe kerül. 2018 áprilisában egy 7 éves Troy nevű fiú egy öngyújtót talált a házában, és mint minden normális gyerek a kíváncsiságtól fűtve elkezdett ezzel játszani. Nos, az eleinte még ártatlannak tűnő kis játék egy hatalmas katasztrófává nőtte ki magát, és Troy ágya lángra kapott, aminek következtében a teljes ház porrá égett. A 324 ezer dollár értékű házat a biztosító csak 8 hónap után fizette ki, és a család elmondta, hogy ez alatt a 8 hónap alatt egy percig sem voltak biztosak abban, hogy a biztosító fizetni fog-e. Az édesanyja az esetet követően felhívta minden szülőnek a figyelmét arra, hogy ha lehetséges, akkor senki se tartson az otthonában öngyújtókat vagy gyufát abban az esetben, ha ebben a háztartásban egy gyerek is lakik. Mékas. Egy White Hill Honey névre hallgató iowai cég tulajdonosa egy bizonyos reggelen a legszörnyűbb rémálmával találta magát szemben, amikor is azzal szembesült, hogy a méztermeléséhez kihelyezett kaptárait a félmillió méhével együtt két gyerek poénból tönkretette. A két gyerek egyetlen éjszaka alatt a cég összes kihelyezett kaptárát felborogatta és darabokra törte. A 12 és 13 éves gyerekeket még aznap elkapták és előzetesbe helyezték őket, ugyanis a kárértéke a 60 ezer dollárt is meghaladta, aminek a nagy részét a méhek értéke tette ki, és sajnálatos módon méhekre lehetetlen biztosítást kötni, ami a cég teljes jövőjét kockára tette. A két gyerek jelenleg is egy intézetben éli a mindennapjait, amiért bűnösnek találták őket három különböző vádpontban is. Az egyik ezek közül jogtalan behatolás magánterületre, a másik magántulajdon szándékos megrongálása, a harmadik pedig lopás volt. A legdrágább festmény. És elérkeztünk a legdrágább dologhoz, amit egy gyerek valaha tönkretett. 2015 folyamán egy 12 éves tajvani iskolás fiú egy Leonardo da Vinci témájú kiállítást látogatott meg az osztályával. A fiú csak ártatlanul sétálgatott a múzeumban, és sajnos jobban figyelt az idegenvezetőre, mint sem arra, hogy hova lép, ezért megbotlott az egyik festmény mellett elhelyezett kordonban. A fiú megpróbálta megtartani az egyensúlyát egészen pontosan úgy, hogy egy hatalmas lyukat ütött a mellette lévő 17. századi Flowers nevű festményre, amit Paolo Porpora készített.
A festmény nagyjából $1,5 millió értékű, és az esetet követően már soha nem lesz olyan, mint régen. A fiú legnagyobb szerencséjére a festmény biztosítva volt, és meg lehet javítani, így az ő szüleit senki sem kérte meg arra, hogy fizessenek ki $1,5 millió egy ilyen balesetet követően. Nektek mi volt a legdrágább dolog, amit gyerekkorotokban tönkretettetek? Válaszaitokat írjátok le egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, megosztani az ismerőseitekkel, és feliratkozni a csatornára. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!